Sziasztok! Egy ideje nem volt videó a csatornámon, aminek az egyik oka az, hogy szerettem volna minél jobban letesztelni ezt az új cuccot, amit szeretnék nektek most bemutatni. Ez pedig nem más, mint az Amazfit Bip legújabb verziója, az S, ami most 2020-ban debütált, és a méltán népszerű Bip szériának a következő példánya. Nos, nem fogok semmilyen kicsomagolósdi, meg bemutatósdi csinálni, inkább azt szeretném elmondani, illetve annak mentén szeretném bemutatni az órát, hogy én milyen szempontok szerint választottam ezt ki, illetve hogy miket tapasztaltam ez idáig vele. Nos, ami nekem fontos volt a választásomnál, az elsődlegesen az, hogy legyen benne GPS és pulzusmérés. Ez az óra az előtthöz képest egy komolyabb GPS chipet, egy Sony GPS chipet kapott, ami elméletileg pontosabb és kisebb energiafelhasználással jár, illetve a hátulján lévő HR szenzor is egy növelt precizitású szenzor, ami megint csak kisebb energiafelhasználással jobb minőségű eredményeket produkál állítólag. Ezt kipróbálni vagy összehasonlítani nem tudtam, mert régi Bip órám nincsen, de amikor szemezgettem én azzal, hogy én a Xiaomi vagy Amazfit Bipet szeretném megvásárolni, akkor jött be ez az óra, és így vártam rá pár hónapot, és így szereztem be. Egyébként maga az óra kialakítása az kísértetiesen hasonlít egy Apple Watchhoz, tehát biztos, hogy annak a koppintása dizájnba, de ez nem vesz el szerintem az értékéből. Én nekem egyébként bejön ez a forma. Ami még fontos volt nekem a vásárláskor, az a súly. Nos, ez az óra, ez rendkívül könnyű, 30, puskázok egy kicsit, 31 gram. Összehasonlítva mondjuk egy HR pánttal, ami nekem HR pántom van, az önpluszos HR pántom, az 46 gram környékén van. Tehát ez egy rendkívül könnyű óra, köszönhetően annak, hogy igazából a háza is egy polikarbonát műanyagból készül, ami egyedüli ilyen súlynövelő tényező lehet rajta, az a üveg előlap, ami került rá. Következő szempont, ami nekem fontos volt, az a kijelző. Nos, a kijelző tekintetében én mondjuk mobiltelefonoknál nagyon szeretem az OLED kijelzőt, szeretem a Samsungnak a AMOLED kijelzőjét, viszont egy sportóránál igazából én úgy gondolom, hogy a transzlektív kijelző az egy hasznosabb dolog. Ez egy transzlektív kijelzőt kapott. Transzlektív kijelző az OLED-del ellentétben a nagyobb környezeti fény hatására jobban olvasható. Míg ugye egy OLED vagy egy hasonló technológiát alkalmazó megjelenítő panel, az igazából a háttérvilágítással, illetve a kijelző világításának a fényével igyekszik leküzdeni a környezeti fényt. Itt ezzel szemben a belső fény az, amivel növeljük gyakorlatilag a láthatóságát. Ez kültérben, nyilván outdoor használatnál, sportolás közben egy nagyon jelentős tényező nekem. Lehet, hogy valakinek ez nem számít, én jobban szeretem ezt a technológiájú kijelzőt egy sportóránál. És ha már sportóra, akkor érdemes megemlíteni, hogy sokan ezt okos órának titulálják. Az én megértésem szerint ez nem egy okos óra, ugyanis egy Wear OS órához nem hasonlítható abból a szempontból, hogy nem lehet rá letölteni külső forrásból alkalmazásokat. A számlapokat tudjuk rajta cserélni, ennyi igazából, amit meg tudunk rajta változtatni. A menüje az faék egyszerűségű, tényleg, tehát tényleg nagyon puritán és egyszerű. Néhány alapvető sporttevékenység van benne, és ezek mentén tudunk gyakorlatilag sportolási dolgokat rögzíteni. Még itt visszatérve kicsit a kijelzőre, a kijelző sötétben ugye kevésbé látható, de a karunk megemelésével, a gyorsulás érzékelővel be tudjuk kapcsolni igazából a kijelző világítását, tehát ez nem probléma, ez ugyanúgy használható éjszaka is. Nyilván
a transzlektív kijelzőnek az egyik hátránya, hogy a betekintési szöge sokkal kisebb, illetve a kontraszt aránya is sokkal kisebb ilyen esetben. A következő dolog, amit szerettem volna még, hogy tudjon ez az óra, az a hosszú üzemidő. Nos, a leírás alapján ennek maximális üzemideje 40 nap. A 40 napos üzemidőt azt nyilván moderát körülmények között tudja. Én úgy voltam vele, hogyha normál körülmények között mondjuk a felét tudja, vagy a kétharmadát, akkor már teljesen rendben vagyunk. A teszt alatt én majdnem teljesen feltöltve, 98%-os töltöttségnél vettem le az órát, és 12 nap alatt sikerült 10% alá merítenem az órát, de ezt úgy sikerült elérnem, hogy azért jelentősen kínosztam, tehát percenként volt beállítva a pulzusmérés 0-24-be, alvásmonitorozás volt benne, a bejövő hívások értesítése, szinte minden értesítés, ami a telefonomra érkezett, az megérkezett az órára is. Ha kocsiba ültem, akkor a zenelejátszót ezt erről irányítottam, illetve nem egyszer használtam ugye GPS trekkelésre, mert hogy ugye ez volt a lényegi dolog, amiért megvettem, hogy GPS-ként használjam az órát, illetve edzésmonitorozásként. Úgyhogy elég jelentősen meg lett kínozva az óra, és így is ilyen eredményt produkált, úgyhogy én ezzel igazából meg vagyok most jelenleg elégedve. És végül, de nem utolsó sorban, ami még szempont volt, hogy nem szerettem volna rá túl sokat áldozni, mivel egy másodlagos eszközként fogom használni, mint GPS rögzítő eszköz, ezért szerettem volna, hogyha 30 ezer forint alatt megúszok egy ilyet. Ez még a manapság megszokott hitvány forintárfolyam kapcsán is 30 ezer alá esik be, tehát olyan 27 ezer forint körül, 28-29 ezer forint körül vásárolható meg internetes magyarországi webáruházakba. És most el is érkeztünk a tesztnek, illetve a bemutatónak a lényegi részéhez, ugyanis én ezt a készüléket a GPS és pulzusmérés kapcsán szerettem volna egy kicsit jobban megnézni vagy letesztelni, mert elvégre azért vásároltam ezt az órát, hogy GPS és pulzusmérés legyen benne. A teszt során három készüléket, illetve három dolgot hasonlítottam össze. Mind a három ugyanazt csinálta tulajdonképpen, ugyanazon az útvonalon egyszerre rögzítettem velük a távot. Az egyik volt ugye a Amazfit Bip S, a másik volt a telefonom rajta a Strava elindítva, a harmadik pedig a Brighton Rider 450-es kerékpáros GPS-em. És ennek a háromnak a méréseit szerettem volna összehasonlítani. Több alkalommal megismételtem a mérést, hogy ne egy mérésből legyen meg igazából az eredmény, és azt még a teszttel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy mind a három eszköz ugye egyszerre lett elindítva, egy-két másodperc késéssel, illetve mindegyiken ki volt kapcsolva az autopauz mód. Tehát ez a teszt szempontjából úgy gondolom, hogy fontos. És akkor innentől kezdve egy kicsit puskázni fogok, és akkor már is elmondom az eredményeket, mert elég érdekes, vagy érdekesnek tekinthető eredmények születtek. A Strava ugye az utóbbi időben eléggé érdekesen áll hozzá a dolgokhoz. 2019 végétől ugye szenzorokat nem kezel maga az alkalmazás, a mobil alkalmazás. Éppen ezért a pulzusmérés kapcsán ki is esett a Pixisből. A GPS-es mérés az nyilván a telefon GPS-én is múlik, hogy milyen GPS minőséget fogunk kapni, de érdemes megjegyezni, amit már egy korábbi videómban is említettem, hogy a Strava azért eléggé mókol a GPS-es adatokkal, tehát eléggé próbálja simítani a saját algoritmus alapján a GPS adatokat. Nos, az eredmények azok úgy alakultak igazából, hogy a Brighton és az Amazfit Bip S megközelítőleg hasonló pulzusértékeket mért, olyan 2-6 BPM csúszással gyakorlatilag, és ez azért meglepő számomra, ugyanis a sima mellkaspántokat jóval pontosabbnak vélik, mint az optikai pulzusmérőt, ami ugye ebbe is van. Ez egy nagyon pozitív dolog volt számomra, tehát ennek nagyon örültem, hogy ez így van.
És akkor lássuk igazából az eredményeket. Szóval a Stráván nincsen pulzusértékünk, mert az app nem támogatja a szenzorokat, tehát ez gyakorlatilag ez ilyen. A Strava által mért átlagsebességem az 20,7 km per óra volt ezen a távon, a maximum sebességem 51,5 km per óra, a távolságot ő 16,65 km-nek mérte, a magasság, a szintemelkedés az pedig 195 méter volt a GPS-es mérés alapján. Ezzel szemben a Brighton az a saját applikációjában, illetve a saját felületén 19,42 km per órát írt. Ezt a Strava átalakította 20,5-re, ahogy feltöltöttem a fájlt. A maximum sebességem a Brightonon 49,12 km per óra volt. Ezt a maximum sebességet a Strava megint csak felülírta 52,2 km per órára. Távolság tekintetében 16,53 km-t mért a Brighton, a Strava ebből valamicskét lecsípve 16,52-t rögzített, ugyanez alapján, a fájl alapján. A magasságot 197 méterbe mérte a Brighton, ezen a Strava nem is változtatott. A pulzusmérés kapcsán az átlag pulzusom az 165 BPM volt, és a maximális pulzusom pedig 190 BPM volt, ezen a Strava nem változtatott. Na és akkor jöjjön az Amazfit Bip S. Az órán mért átlagsebesség az 19,5 km per óra volt, ez majdnem ugyanannyi, mint amennyit a Brighton mért, és a saját applikációjában is ennyit mutat. Ezt a Strava átalakította 20,2 km per órává. A maximális sebességem, amit az órával mértem, az 49,3 km per óra. Ez is inkább a Brighton méréséhez közelít. Ezt a Strava egész érdekesen 60,5-re kerekítette valahogy fel. Ez nem tudom, hogy hogy sikerülhetett neki. A megtett távolság az 16,52 km volt. Itt a Brighton által mért távolságon alul marad ez 10 méterrel. Nos, és a pulzus kapcsán az átlag pulzusom az óra szerint 161 BPM volt, amit a Strava 162-re emelt. A max pulzusom 186 volt, ehhez a Strava nem nyúlt. Magasság tekintetében itt van egy érdekes dolog az Amazfit Bip S esetén. Ugyanis az órában nincsen barometrikus magasságmérő, az elődjében, a sima Bipben volt. Valószínűleg ez egy szoftveres lemaradás lehet az Amazfitnek a firmware-jében, vagy pedig az alkalmazásban, mert sem az órában, sem a saját Amazfit alkalmazásban nem írják a magasságot. Ehhez képest mondjuk a Strava kikalkulálta a 195 métert, amit egyébként a Strava appal is mértem. Ez úgy vélem, hogy a későbbiekben javítani fogják, vagy remélem, hogy javítani fogják ezt, hogy nem jelenik meg a magasság se az órán, se pedig az Amazfit alkalmazásban. Összességében én úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket produkált ez az óra, és elégedett vagyok ezekkel az eredményekkel. Ugyanakkor meg kell említenem néhány negatívumot, amit itt tapasztaltam a használat közben. Ezek nagy része egyébként szoftveres, tehát gondolom, hogy egy firmware vagy egy applikáció frissítéssel ezek javításra kerülnek. Például az applikációban az edzésekhez tartozó átlag pulzus és átlag sebesség adatok, azok nagyon abnormálisan jelennek meg, tehát ilyen 3000-es szám, meg 9000-es szám van az átlagnál, de egyébként az óra maga ezt normálisan jeleníti meg, tehát amikor megnézzük az órán a riportot a készült vagy a mentett távról, akkor teljesen jól jeleníti meg. További ilyen kis érdekesség,
hogy ugye Strava szinkronizációt tud az óra, viszont az applikációban csak akkor fogjuk tudni Strava-ra szinkronizálni az órát, hogyha hozzáadtuk a fiókunkat, és akkor is, hogyha feltöltünk mondjuk, vagy csinálunk 3 edzést, automatikusan nem töltődik fel a Strava-ra, be kell lépnünk oda a menübe, ahol a fiókunk van, és akkor fogja elkezdeni feltölteni, ez egy kis kellemetlenség. Szerintem ez is egy szoftver frissítéssel javításra kerülhet. Magába az órába, ami esetlegesen nekem nem tetszett, az az, hogy az edzés közben maga az óra funkció az nagyon piciben jelenik meg az óra sarkában, és ezen ugye nem tudunk változtatni, illetve edzés közben, hogyha edzés rögzítés van, más funkció az órán nem elérhető, tehát mondjuk edzés közben nem tudom már mondjuk a zenelejátszót irányítani vele. Egyébként az értesítések ugyanúgy megérkeznek, tehát telefonhívásról, meg Facebookról, Messengerről, minden ilyesmiről, tehát ilyen jellegű probléma nincsen, de mondjuk nem tudok másik alkalmazást, vagy másik dolgot futtatni rajta ezen kívül. Úgyhogy összességében ez szerintem egy jó kis cucc. Van ennek egyébként egy third party alkalmazása, amit meg lehet vásárolni egyébként, ilyen 700 forint körül. Én azzal eléggé szívtam, ugyanis megpróbáltam volna a rajta rögzített adatokat GPX formátumban kiexportálni, de ez igazából nem sikerült. Ott bukott meg a dolog, hogy egyáltalán mondjuk 10 edzésből 2 tudott szinkronizálni ez az applikáció, pedig fenn volt az Amazfit alkalmazásban az összes applikáció. Szóval ilyen problémák voltak vele. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis óra, ja, és amit majd elfelejtettem, amire még érdemes figyelni, amiben sajnos belefutottam tesztelés során, az én figyelmetlenségem volt egyébként, mégpedig az, hogy ugye az órának a gombja az a csuklunk felüli részen található, és bizony bringázás közben én egyszer beleszaladtam abba, hogy a kesztyűnek a pántja az folyamatosan nyomta az órának a gombját edzésrögzítés közben, aminek az lett a vége, hogy igazából leállította úgy az edzést, hogy teljesen csutkára, tehát nem is rögzítette. Olyan volt, mintha eldobtam volna a kukába az edzést. Nem mondom, hogy nem voltam ideges, de ez egyszerűen orvosolható volt azzal, hogy áttettem utána a másik csuklómra az órát, és akkor úgy folytattam a rögzítést, illetve az új rögzítést már ezzel a pozícióval, ezzel a beállítással csináltam meg. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis kiegészítő lehet azoknak, akik Strávát használnak, és eddig mondjuk a telefonnal rögzítették a köreiket. Futnak is esetleg, vagy úsznak, mert egyébként nyíltvízi úszást is lehet rajta rögzíteni. Tehát ez egy jó kis használható sportúra. Az üzemideje az szerintem remek. A menüje az tényleg kőegyszerű, tehát bárki tudja használni, és nem kell hozzá semmi extra beállítást megadni. Úgyhogy én csak ajánlani tudom. Én elégedett vagyok eddig vele. Remélem, hogy hosszú távon is ki fog szolgálni engem. Úgyhogy ez lett volna az Amazfit Bip S. Remélem, hogy tetszett a bemutató, illetve a teszt. Ha így van, és hasznosnak találtad, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted. Sziasztok!